Sziasztok, Máté vagyok, ez a Mobilis Diáklabor. Most az alumíniumnak a kémiai tulajdonságait fogjuk megnézni. Azt nézzük meg, hogy az alumínium hogyan oldódik föl savakban. Az alumínium vagy hát alumíniumként a háztartásban is elforduló fóliát fogjuk használni. Ebből kettő galacsint gyúrok. Ezt fogjuk majd a reakcióban felhasználni. És készítek egy viszonylag híg oldatot, ehhez egy kevés vizet, igen, vizet töltök ebbe a lombikba. És később majd, ez fontos lesz, még nem árulom el a szerepét, de oldok felebe a vízbe egy kevés részszulfátot. Ez ilyen nagyon szép színe van, ez a kék, kékes-zöld színű részszulfát föloldom, csak éppen annyira, hogy megfesse az oldatot. Tehát hogy lássuk, hogy azért van benne. Jó, és ezt a részszulfátot, ez ugye csak a vizes oldata. És öntök hozzá sósavat, ugye a savval való reakciót szeretnénk megnézni. Ez egy tömény sósav, úgyhogy nem is hajolok fölé, hanem ugye a savat, az beleöntöm ebbe a vizes oldatba. Egyrészt azt figyelhetjük meg, hogy ilyen zöldes színű lett tőle. Ez amiatt van, mert a víz eddig ugye a rézionokat víz vette körül, akkor ilyen kékes színe volt, most viszont a sósav miatt, ugye az hidrogén-klorid, ugye a kloridionok is. És a kloridionok, ha körbeveszik a rezet, a rézionokat akkor ilyen szép zöld színe lesz. Na most Ezt a töménysav oldatba fogom beledobni a réz, vagy bocsánat, az alumínium galacsinokat, és nézzük meg, hogy mi történik. Amit beledobtam, rögtön megindul bizonyos gázfejlődés, itt Pezseg, és be fogom gyújtani ezt a képződő gázt. Nézzük meg, hogy kékes színű lánggal ég ez az anyag, sőt, olyan heves a reakció, hogy aztán mindenhova. Itt távozik, ez itt vízgőz, amit ö, itt még felszabadult, de egyébként még meg lehet gyújtani a benne lévő gázt. Ugye ez könnyű kitalálni, hogy mivel hidrogén-klorid gázt, vagy ö, anyagot öntöttem hozzá, tehát sósavat, meg ugye a vízbe még, ami van itt a rendszerbe, ugye ez oxigén, ö, ugye H2O, tehát van benne oxigén is. Na most a Hát vagy hidrogéngáz lehetett, vagy oxigéngáz, vagy esetleg klórgáz. De most ezek közül a három anyag közül csak az egyiket tudom meggyújtani, és ez nem lesz más, mint a hidrogén. Tehát itt valójában hidrogéngáz szabadult fel, és ezt a hidrogént tudtam meggyújtani. Nézzük meg, hogy ez az egyenletek formájában hogyan néz ki. Először is, ugye alumínium ott ö, raktunk, sósavban, ugye az a hidrogénklorid, sósavba. Az alumínium három, három szoros pozitív töltésű ionokat alkot. A klorid pedig egyszeresen negatívokat, ezért AlCl3 lesz a képlete a keletkező anyagnak. Tehát itt most alumínium van itt az oldatban. És hidrogén is képződött, ugye ő a sósavban volt benne. Ő fölszabadult, és így gyakorlatilag hidrogén és alumínium kloridunk lett. Egy kicsit rendezzük ezt az egyenletet. Ugye három darab klor van, tehát itt akkor három hidrogénklorid kell. Hiszen akkor a bal oldalon van három, a jobb oldalon is kell három. Folytassuk tovább. Így viszont akkor a bal oldalon három hidrogénem van, akkor a jobb oldalon is háromnak kell lenni, tehát oda is egy hármast írok. Még mindig nem vagyunk kész, hiszen bár így elméletileg meglennénk, mert hát ugye akkor az alumíniumban is egy van bal oldalon, meg egy jobb oldalon. Csak a valóságban a hidrogén az ugye két atomos molekulákat alkot. Éppen ezért egy kettest odaírunk a jobb alsó sarokba. De ezzel megdupláztuk a hidrogének számát, hiszen így már akkor 3 van itt. Tehát, hogy igaz maradjon az egyenlőség, mindegyik másik anyagból is kétszer annyit kell vennünk. így, így lesz a kettő alumínium klorid, három helyett 6 hidrogén klorid, és kettő alumínium. És így már akkor rendben vagyunk. Ez az alumíniumnak a sósával való reakciójának egyenlete. Egyébként nem csak ez játszódott le, mivel ugye rész, azért tettük bele a rezet, a rézszulfátot, hogy a hidrogénnek a lángfesté, vagy hát a hidrogén égésekor a réznek a lángfestését lássuk, ez volt ez a kék színű. Amikor tűzijátékot látunk, és ilyen kék vagy zöld színű tűzijátékot látunk, akkor az is a réz miatt van, ez az ő lángfestése, ez rájellemző ezért kellett bele a réz. Egyébként a reakció termékeként ebbe a lombikba réz is, elemi réz is keletkezett, ez pedig az alumínium és a rézionok reakciója miatt van, hiszen az alumínium az bizony redukálta a rézionokat, és elemi réz szabadult föl. Ez csak egy nagyon kevés látszik itt a lombikban. Tehát az, amit most meg kell jegyeznünk ebből a reakcióból, az az, hogy a bizony az alumínium a savakkal reagál, otthon nem biztos, hogy van sósavja mindenkinek, bár egyébként a vízkőoldószerként felhasználják, de ugyanúgy oldódik például ecetben is, és bármely más savban, úgyhogy nagyon tessék vigyázni, hogy ecetes ételt azt nem tárolunk alumínium edényben, például egy salátát, mondjuk egy uborka salátát, azt nem, nem tanácsos hosszabb ideig alumínium edényben tárolni, mert bizony oldódik, és alumínium ionok jutnak a salátába, azt pedig nem annyira egészséges megenni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!